A tanítás módszertanáról szóló konferencián minden tudományterület képviseltette magát. Olyan professzorok érkeztek Szabadkára, akik az adott tantárgy módszertanát kutatják. Az előadók és szervezők fontosnak találják a tanítás megreformálását, újítását. Tekintettel, hogy tanúi vagyunk annak, hogy minden változik a világban, így az oktatás is nagy változásokon fog átesni hamarosan. Fontosnak tartottuk, hogy a tanítás technikát, tehát a módszert oktatást emeljük magasabb szintre. Fontos, hogy az oktatást már óvodáskorban helyesen műveljék, mivel ebben a korban berögződött dolgok életünk végéig kísérnek bennünket. A 6-10 éves korú gyermekeknek az életkori sajátossága például a játék, a játékosság, és hogyha ezen keresztül tudjuk fejleszteni az előbb említett kompetenciákat, akkor miután azok beépülnek, akkor a felnőtt korukban is tovább tudják vinni ezeket. A 80-as években azt az elvet vallották, hogy a tanítás módszertanát nem lehet tanítani, bele kell jönni. Mára ez már megváltozott, viszont még mindig van mit csiszolni rajta. Szakítani kellene az a hagyománya, hogy beskatujázzuk az egyes tartalmakat, tanítási egységeket, tantárgyakra. Az előadók hangsúlyozták, a legfontosabb, hogy a tanítók át tudják adni a tudásukat, és a gyerekek minél előbb és minél könnyebben megtanulják az adott tananyagot.